Üdvözöllek a Tudatos Teremtés csatornán, ahol minden héten új videókkal várlak. Többet tudhatsz meg a vonzás törvényéről, spiritualitásról és a teremtésről. Rengetegen teszitek fel ugyanazokat a kérdéseket, úgyhogy eljött egy újabb kérdezz-feledek videó. Ezt még mindig nagyon furcsa felvenni minden egyes alkalommal, de hát így talán könnyebb válaszolni ugyanazokra a kérdésekre, és nem leírni mindenkinek ugyanazokat a válaszokat. Úgyhogy vágjunk is bele abba, hogy ismerjétek meg jobban Vivit. Az első kérdés, amit rengetegen tettetek fel, hogy hogyan is és miért kezdtem el hinni a vonzás törvényébe. Amikor megismerkedtem ezzel a törvénnyel, egy nagyon rossz helyen voltam, már korábban említettem, hogy egy rossz kapcsolatban voltam benne, amiben már rég nem kellett volna. Mentálisan egy nagyon rossz helyen voltam. Amikor a kezembe került a Titok című könyv, és elkezdtem erről a törvényről tanulni, akkor egyszerűen helyesnek éreztem, úgyhogy belevetettem magam, hallgattam a megérzésemre, amikor úgy gondoltam, hogy ez nem működik, és korlátaim vannak, akkor azt éreztem, hogy ez így nem helyes, valami nincs rendben, viszont amikor hittem, és tényleg elhittem azt, amit olvasok, és amit nagyon sok ember szájából hallok, akkor úgy éreztem, hogy ez a helyes út, és mit is veszíthetek azzal, hogyha elkezdek róla többet tanulni, és elkezdem úgy élni az életemet, ahogy bizonyos emberek ajánlják, és megtapasztalom én a saját bőrömön, hogy mit érhetek el. Úgyhogy igazából a megérzésemre hallgatva indultam el ezen az úton, és kíváncsi voltam, hogy hova tudok eljutni vele. A másik kérdés, hogy milyen út vezetett ide, hogy voltak-e nehézségeim? Igen, voltak nehézségek az úton, nagyon sokáig nem értettem ezt a törvényt, nagyon sokáig nem tudtam, hogy hogyan is kellene használni, viszont soha nem adtam fel. Nem számított, hogy ki mit mond, hogy ki mennyire mondta azt, hogy azért ez nem teljesen így van, azért én kételkednék abban, amit te olvastál, én nem így állnék hozzá. Rengetegen mondták azt, hogy hülyeség az egész. Én úgy voltam vele, hogy ameddig én úgy látom és úgy érzem, hogy ez működik, még akkor is, hogyha sok akadályba ütköztem, főleg addig, ameddig nem értettem ténylegesen, hogy miről is szól ez a törvény, és hogy hogyan kellene megváltoztatnom a körülményeket az életembe. Addig voltak nehézségek, persze, mindenkinek lesznek, viszont akkor indult el ez az egész, és akkor kezdett el teljesen tisztává válni, és akkor kezdtem el teljesen összerakni az egész képet, amikor elkezdtem ezt a csatornát, valószínűleg azért, mert elkezdtem azzal foglalkozni, amit igazán szeretek, és így egyszerűen jobban és jobban kezdtem el érezni magam, és így minél több információ került elém, és olyan dolgokat kezdtem el tapasztalni, amit korábban nem is gondoltam volna. Sokan kérdeztétek, hogy amikről itt beszélek, azokat valahonnan összegyűjtöm el a netről, vagy saját tapasztalat. Nagyon sok mindent tanultam az internetről, vagy a könyvekből, de az, amit én elmondok itt nektek, a saját tapasztalat. Tehát olyanról nem szeretek beszélni, amit én saját magam nem tapasztaltam volna meg, vagy amiről én nem tudnék személyesen tényleg véleményt formálni, mert valaki nem tapasztalta volna meg körülöttem, vagy én nem mentem volna rajta keresztül. Ezért vannak olyan témák, amiket kértek, és esetleg nem beszélek róluk, csak esetleg később, amikor már többet tudok róla, mert nem szeretnék olyat állítani, amit én sem tudok igazán, úgyhogy ezért vannak olyan kérdések, amikre nem olyan gyorsan válaszolok, vagy esetleg tényleg azt mondom, hogy ne haragudjatok, de ezt nem tudom. Úgy vagyok vele, hogy inkább mondom azt, hogy valamiről nem tudok sokat, mint hogy olyat mondjak, ami később kiderül, hogy nem volt helyes. Tehát igen, nehéz volt ez az út, de mindenki, aki szeretne változtatni, és kitart az mellett, hogy változtatni is fog, annak sikerül. A következő kérdés pedig, hogy mitől féltél, hogyha esetleg féltél, mielőtt belevágtál ezeknek a videóknak a készítésébe. Egy dolog volt, amitől nagyon féltem, és ez az, hogy nem fogjátok szeretni a hangom. Bármikor nézek egy videót, lehet, hogy esetleg a képminőség rosszabb, soha nem érdekel annyira, mint hogyha valakinek nem tetszik a hangja. Tehát számomra ez volt az, amitől féltem, de szerencsére hamar bebizonyosodott, vagy hát szerencsére hamar nagyon sokan elmondták, hogy pont a hangom az, amit szeretnek, úgyhogy így ez a félelmem eltűnt. Aztán utána rá is jöttem arra, hogyha valakinek nem tetszik,
Lesznek olyan emberek, akiknek nem fog tetszeni, mivel senki nem egyforma, nem lehetünk egyformák, így van az, aki azt fogja mondani, hogy borzalmas hangom van, és van olyan, aki azt fogja mondani, hogy nyugtató, és nagyon szereti. Úgyhogy ez volt az, amitől féltem igazából. Mi az a húzóerő, ami miatt ennyi videó készül? Igazából valószínűleg az, hogy végre úgy érzem, hogy azzal foglalkozom, amit igazán szeretek, és nagyon szeretem átadni azt, amit én saját magam is megtapasztalok, és szeretek segíteni másoknak. Igazából edző is ezért lettem, mert szerettem volna másoknak segíteni azon az úton, amin én egyedül indultam el, ezért kezdtem el ezeket a videókat is készíteni, mert nagyon sokáig nem értettem azt, hogy miről is szól ez az egész, hogyan tudunk teremteni, miről szól az életünk, kik is vagyunk mi, és amikor elkezdtem rájönni, akkor feltűnt, hogy sok embernek a környezetemben is úgy tudom elmagyarázni, hogy megérti, akár évekkel később, miután megismerte ezt a törvényt, úgyhogy eldöntöttem, hogy megosztom veletek is. A pozitív visszajelzések hatalmas erőt adnak, és visznek, hogy minél több videót készítsek. Az, hogy kérdéseket tesztek fel, és bíztok bennem, és tényleg kíváncsiak vagytok arra, hogy én hogy reagálok bizonyos kérdésekre, és hogy nekem mi a véleményem, az pedig csak még egy pluszt ad, úgyhogy ez miatt készül ennyi videó, mert szeretek nektek videókat készíteni, és szeretek nektek segíteni. Ennyi. Vannak, akik furcsán néznek rád, és téged ez mennyire zavar? Igen, vannak, akik furcsán néznek rám azért, mert így gondolom a dolgokat, azért, mert így tekintek a világra, és amiért úgy gondolom, hogy mindenki a saját kis világát teremti. Igen, vannak olyanok, a komment szekcióban is lehet rengeteg ilyen embert találni, akik azt mondják, hogy lehet, hogy inkább diriházban lenne a helyem. Ez van. Igazából nem tud rossz érzést kelteni bennem, mert tudom azt, hogy miért készülnek ezek a videók, tudom azt, hogy aki így kezdi el élni az életét, az milyen eredményeket fog elérni. Azzal is tisztában vagyok, hogy ha valaki nem hisz ebbe, akkor arra fog bizonyítékokat látni. Innentől kezdve arra, aki nem ért velem egyet, vagy esetleg teljesen elutasít, nem tudok vele mit kezdeni, és nem is igazából szeretnék, hogyha valaki nem kedveli a videókat, és mégis nézi, csak a saját kedvét tudja elrontani, az enyémet nem. Úgyhogy igazából nem tudnak zavarni. Persze vannak, akik furcsán néznek rám, mindig is lesznek. Senki nem fog tudni olyan tartalmat gyártani, vagy olyat mutatni a világnak, amire valaki nem úgy reagálna, hogy az neki nem tetszik. És ez rendben is van. És az utolsó kérdés pedig az, hogy én szoktam-e magam egyedül érezni? Már nem. Volt olyan időszak, amikor megismerkedtem ezzel a törvénnyel, és elkezdtem fejlődni, és elkezdtem emelni a frekvenciám, hogy elmaradtak mellőlem olyan emberek, akikkel előtte nagyon közeli viszonyt ápoltam, és voltak olyan pillanatok, igen, amikor nagyon egyedül éreztem magam, viszont azóta ez teljesen megváltozott, és amikor esetleg egyedül vagyok, azt az időt is kihasználom, és nem úgy tekintek rá, hogy magányos vagyok, hanem úgy tekintek arra az időre, amikor egyedül vagyok, hogy ilyenkor fejlődhetek, tanulhatok, olvashatok, fordíthatom ezt az időt magamra, úgyhogy teljesen megváltozik az az idő, amit egyedül töltök, úgyhogy nem, már nem szoktam magam magányosnak érezni. Ennyi kérdés lett volna mára, mert nem szeretném, hogy túl hosszú legyen ez a videó, még rengeteg kérdés van, úgyhogy valószínűleg hamarosan érkezni fog még egy kérdezfelelek videó. Nagyon remélem, hogy ez is tetszett, és választ kaptál olyan kérdésre, amire eddig nem. Hogyha tetszett, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára, mert minden héten új videókkal várlak, és a következő videóig pedig sikeres teremtést kívánok!